Köszöntöm nézőinket, és nagy szeretettel üdvözlöm Kerper Frunius Gábor, okos városért és részvételiségért felelős főpolgármester helyettes urat. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Örülök, hogy itt lehetek, és én is köszöntöm Önt is, és a nézőket is. Több témában is szeretnénk Önt faggatni. Kezdjük a részvételi költségvetéssel. Kicsit próbáljuk meg képbe hozni a nézőket, hogy mit is jelent ez, aminek ugye Ön a fővédnöke. Budapest életében ez egy rendkívül új kezdeményezés, vagy egy új módszer, de a főváros is egy ilyen kísérletező módszerekkel operáló városvezetés, hogyha lehet ilyet mondani, ha gondolhatunk akár itt a kerékpársávokra is. Na hát ilyen kategóriába lehet valószínűleg ezt is sorolni. Miért lesz jó ez a fővárosnak, és miért lehet jó ez mondjuk Ferencvárosnak? Uh, indítok egy kicsit messzebbről, tehát a kísérletező városvezetéstől. A közlekedés szempontjából azt értjük például kísérletezés alatt, hogy olyan forgalmi változásokat csinálunk, amiket táblákkal, mondjuk virágládákkal, vagy ilyenekkel kényszerítünk ki, és megnézzük a tapasztalatokat, az a tapasztalatok alapján kérdezzük meg az embereket, és azok alapján korrigálunk. Tehát nem először betont öntünk, és nagy pénzeket elköltünk a változtatásokra, hanem olyan változásokat véglegesítünk, amelyek kiállták az idő időpróbáját. A részvételi költségvetés hát egyrészt egy kísérlet, hogy Magyarországon hogy alkalmazható az a, az a részvételiségi eszköz, ami azért a világ sok pontján már működött, másrészt pedig ugye szembe kell nézni azzal, hogy a politika, a hivatali élet az eléggé eltávolodott a városlakóknak a mindennapi életétől, és folyamatos kísérleteket kell tenni, a világ számos pontján is tesznek is, arra, hogy az embereknek az ötleteit, véleményét minél jobban be tudják vonni. És számos ilyen eszközzel kísérletezünk, például ilyen volt a közösségi gyűlés is tavaly, ahol a város számára nagyon fontos kérdésben, a klímaváltozás kérdésében próbáltuk kikérni a polgárok véleményét arról, hogy uh, milyen. Uh, a klímaváltozásnak milyen veszélyeit látják a legfontosabbnak, és milyen intézkedéseket tartanának elfogadó, elfogadhatónak, mint városlakók, hogy ezzel ellen védekezzünk. A részvételi költségvetés pedig. Egy olyan eszköz, amivel az embereknek az ötleteit akarjuk bevonni, másrészt pedig az embereknek a véleményét akarjuk kikérni arról, hogy milyen ötletek megvalósítását tartják a legfontosabbnak. Most nyilván megelőzem valamennyire a kérdését. A részvételi költségvetés az három fő szakaszból áll. Az egyik az ötletelési időszak. Itt arra kértük az embereket, hogy mondjanak olyan ötleteket, amiknek a megvalósítását fontosnak tartják. Ez azért van, mert hogy a hivatalból vagy politikusi szemmel a városnak a mindennapi élete az tartalmazhat egy csomó olyan dolgot, amit mi nem veszünk észre, viszont az emberek mindennapi életét pedig jelentősen befolyásolja. És ezért arra kértük őket, hogy három különböző kategóriában, az egyik a zöld Budapest, ahol ilyen... Uh, uh, természet- és környezetvédelmi, zöld területi fejlesztési ötleteket vártunk. A másik a gondoskodó Budapest, ahol így a humán területekhez kapcsolódó kulturális, szociális ilyen javaslatokat vártunk. Ezekben a kategóriákban 250-250 millió forint áll rendelkezésre, úgy, hogy egy-egy projektötletet maximum 50 millió forinttal lehet uh, díjazni, tehát minimum 5-5 projektet uh, díjazunk. És van egy olyan, hogy az egész Budapestre kiterjedő, itt uh, ebben a kategóriában fél milliárd forint uh, taldi az projektötleteket, úgyhogy maximálisan 250 millió forint juthat egy-egy projektre. Tehát összesen egy milliárd forintnyi pénzt uh, különítettünk el a fejlesztési költségvetésből arra, hogy az emberek különböző ötleteket vessenek föl. Most van az az időszak, amikor a fővárosnak a hivatala, meg a kerületeknek a hivatala ránéz arra, hogy ezek az ötletek megfelelnek-e a kiírás szempontjainak, egyáltalán fővárosi vagy kerületi kompetenciába tartoznak-e, nem valósítanak-e meg véletlenül valami olyat, ami nem egyezik a szellemiségünkkel, tehát például valami gyűlölet nincsen benne, és mi, e, próbálnak egy körülbüli költségvetést rendelni hozzá. És ezek után, amelyik e, ötleteket alkalmasnak tartották a megvalósításra, és megfelelőnek a kiírás szempontjából, azokat nagyjából áprilistól szavazásra fogjuk bocsátani minden budapesti város városlakó elé. Tehát így valósítjuk meg azt, hogy nem csak az ötleteket vonjuk be, hanem megnézzük, hogy az ötletek körül ki mi, e, Mire tart, melyik ötletet tartja leginkább fontosnak, célra vezetőnek, és a legfontosabbnak tartottakat fogjuk megvalósítani. Két dolgot tennék még hozzá. Az egyik az, hogy itt nem pénzt fogunk adni, hanem az elnyert költségvetésnek megfelelő mértékig. A fővárosnak a cégei vagy a hivatala fogják megvalósítani azt az ötletet. Tehát nem pénzt adunk az embereknek, hanem megvalósítást. Ez az egyik. A másik pedig, hogy kérdezte, hogy miért lesz ez jó Ferencvárosnak. Nyilván azért, mert Ferencvárosban lokálpatrióták élnek, akik szeretik azt a környezetet, amiben élnek. Értem, hogy van különbség külső meg a belső Ferencváros között, tehát hogy kötődnek nagyon erőteljesen a saját lakókörnyezetükhöz is, és tudják, hogy mik azok a dolgok, amikre leginkább szükség van, és ráadásul szerintem még akkor is, hogyha nem bennük merült fel az ötlet, akkor is kifejezetten szívesen szavaznak majd olyan ötletekre, amiről Ferencváros épülni és szépülni fog. Tehát itt most alapvetően arról van szó, hogy a főváros igyekszik egy olyan felületet biztosítani, ahol azok az emberek, akik a környékük sorsát szívükön viselik, azok tudnak tenni azért, hogy fővárosi segítséggel ez jó legyen. És én azt tudom, hogy itt a Ferencvárosban egyébként azt látni lehetett a, például a koronavírus válság első hulláma idején, hogy, hogy elképesztő munkát fektettek abba, hogy az önkéntességet megszervezzék. Tudom, hogy itt is szóba kerül az, hogy legyen részvételi költségvetés, tehát folyamatosan beszélünk a kerülettel erről is, hogy hogyan lehet a következő években ezeket majd így összehangolni főváros meg a kerületek között. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez itt jó táptalajra hullik. Igen. És ez az átláthatóságot is segíti gyakorlatilag. Segíti, ráadásul úgy, nagyon sokféle dolgot, mert hogy például én eléggé a szívemben viselem azt, hogy hogy olyan megoldások legyenek, amiket mások újra tudnak hasznosítani. Mi például azt a szoftvert, ami a részvételi költségvetésünket futtatjuk, azt a párizsi részvételi költségvetés nyílt forrás kóduszoftverétől kölcsönöztük, ugye tőlük kaptuk meg, az ő támogatásukat is kaptuk, annak alapján dolgozta át a magyar viszonyokra a fővárosi hivatal, és mi ezt nagyon szívesen tovább is adjuk adott esetben, tehát ennek ez a, ez a lényege, Másrészt kifejezetten szeretnénk minél hamarabb levonni ennek az első részvételi költségvetésnek a következtetéseit, hogy jövőre, amikor újra kiírjuk, illetve idén, amikor újra kiírjuk már a következő évit, akkor le tudjuk vonni azokat a tanulságokat, amik kétségkívül adódnak egy ilyen első kísérletből. És az átláthatóságot abban az értelemben is uh, javítani fogja, hogy szeretnénk azon a felületen, ahol a részvételi költségvetést csináljuk, folyamatosan tájékoztatni az embereket arról, hogy éppen hogy áll a szavazás, a kiválasztott projekteknek a megvalósítása most éppen milyen fázisban áll. Tehát, hogy az emberek lássák, hogy Ja, és bocsánat, még egy nagyon fontos, hogy azok a dolgok, amiket a hivatal valamilyen ok miatt elutasított, azokra átlátható indoklás lehessen találni, hogy miért nem felelt meg a kiírásban támasztott követelményeknek. Tehát ez, ez is egy nagyon fontos része, hogy indokoljuk azt, hogy miért nem. Amire most legutóbb felhívást tett a főváros, az pedig a részvételi költségvetési tanács tagoknak való jelentkezés. Ugye ezt még február 21-ig meg Igen. tudják tenni. Mi lesz az ő szerepük egész pontosan ebben? Az ő szerepük az lesz, hogy a beérkezett ötleteket megfelelőség szerint szintén vizsgálat alá vegyék, tehát miközben a hivatal a megvalósíthatóságot nézi azt, hogy a kiírási feltételeknek hivatali szempontból, tehát kompetencia szempontjából megfelele. A költségvetési tanácsnak elsősorban az a feladata, hogy minősítse, rangsorolja, véleményt írjon ezekről, tehát segítsen az eligazodásban azoknak, akik majd a végén szavazni fognak róla. Kifejezetten tetszik az a gondolat, hogy ez az újra gondolást is segítheti hiszen mostan, a most kialakult helyzetben a vezetésnek sincsen könnyű dolga. Biztos, hogy nagyon sokat fog segíteni az, Igen. hogyha az emberek is szempontokkal gyarapítják majd ezt. Következő témánk a Galvani Híd, és a, ennek a, az egész kérdéskörnek a tárgyalása lenne. Forgalomcsillapítás, dugódi, folyamatosan változnak a, az álláspontok, az érvek. Már hallottuk város városvezetésének a, az álláspontját, a kis erdővédőkét, de szeretnénk a fővárosnak is a jelenlegi név, véleményét ehhez, ehhez tenni. Uh, amikor... Uh... Utoljára hivatalosan tárgyaltuk a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának a Galvani Hídnak a kérdését, akkor uh, a Főváros azt fogadta el, hogy ez egy olyan megoldás lesz, ami jelentősen uh, 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 hozzájárul a Főváros belső területeinek a forgalom csillapításához, annak ellenére, hogy szakmailag igazából valószínűleg az Albertfalvai Hidat tartottuk volna a fő prioritásnak. Uh, ugyanakkor a legutóbbi számításaink alapján uh, a Galvani híd önmagában nem hozza azokat a forgalomcsillapítási eredményeket, amelyek, uh, amelyek, uh, amelyekről szó volt, sőt a főpolgármester kabinet főnökének a cikke alapján, amit uh, nem emlékszem pontosan a népszavában, vagy a Telexen, azt hiszem a Telexen írt, Gyakorlatilag azt állította, hogy ezek a számok csak úgy jönnek ki, hogyha egyúttal dugódíjat is bevezetnek. Úgyhogy mi most szeretnénk, hogyha ezt újra napirendjére tűzné a fővárosi közfejlesztések tanácsa, hogy, hogy, akkor erről alakítsunk ki álláspontot. Egyébként pedig még azon a fővárosi közfejlesztések tanácsán is az volt az álláspont, hogy uh, nem nagyon sikerült tisztázni azt, hogy milyen helyes levezetése van elsősorban a Pesti oldalon, de ugyanakkor azért közben az is kiderült, hogy legalább olyan problémát okoz a 11. kerületi oldalon is, tehát ott egy jelentős forgalom növekedés. Uh, Keletkezne az Andor utcán például, ami már egy így is egy túlterhelt terület. Úgyhogy ennek a újramodellezését és újra megbeszélését feltétlenül szükségesnek tartjuk. Nem örülnénk annak, hogyha egy uh, újabb belvárosi átmenő országút kialakítására kerülne sor, miközben egyébként azt uh, én magam is fontosnak tartanám, hogy minél hamarabb megépüljön egy új déli híd, és ez adott esetben uh, hozzájárulna a Ferencvárosi rozsdaövezeteknek a feltárásához. Tehát, hogy ehhez képest kéne ezt uh, valahogy jól meghangszerelni. Egy önnel készült korábbi interjúban hallottam, hogy nem biztos, hogy kifejezetten a dugódiya megoldás, de valamilyen hasonló. Ezt hogyan uh, Hát ezt úgy kell érteni, hogy egyébként én önmagában nem tartom problémásnak a dugódíjat. Ugye amikor én kampányoltam a főpolgármesteri előválasztási kampányban, a Momentum Budapest 2.0 programjában, forgalomarányos, illetve használatarányos útdíj mellett szálltunk síkra és én ezt egyáltalán nem tartom ördögtől valónak, azt azonban problematikusnak tartom, hogyha a kormány, ami egyébként nem engedélyezi a dugódíjat, olyan modellszámításokat használ, amik a dugódíjat figyelembe veszik, hogy egy eredmény kijöjjön. Tehát én ezt azért nem tartom a transzparencia egyik legjobb példájának, nem, nincs elvi kifogásunk egyébként ez ellen, és, és tervezzük, illetve modellezzük is azt, hogy, hogy ennek milyen hatásai lehet és hogy nagyon üdvös lenne, hogyha a társadalmi vita tovább folytatódhatna. Ezt, ezt határozottan gondol. Ezt határozottan gondolom. És hogy milyen formában, mert ugye még mindig a korlátozás. Persze született, vannak médiafelületek, ahol erről folyik a vita, online is lehet, de hogy lehetne ezt jó kivitelezni? Tehát én egészen biztos vagyok benne, hogy ennek nem például a népszavazás a legjobb módja, mert a népszavazás azért szükségképpen egy ilyen igen-nem állításra próbál egyszerűsíteni egy viszonylag bonyolult eseményteret. Ráadásul azért ez mégiscsak a főváros közlekedésének az egészét befolyásolja, és a fővárosi szinten kívánatos eredmény az lehet, hogy egyes helyi érdekcsoportok, most akkor mondok valamit, a kis erdővédőknek, vagy a József Attila lakótelepieknek az érdekeit sérti. Tehát én azt gondolom, hogy olyan módszerekre van leginkább szükség, ami lehetővé teszi, hogy minden érdekelt felett megfelelően oda rakjunk az asztal köré, és lehetőleg argumentatív. Tehát, hogy, hogy próbáljunk egy kicsit Beszélgetni arról, hogy mik a lehetséges elképzelések, milyen terhet kell egyiknek viselnie, milyen terhet kell a másiknak viselnie, e, hogyan optimalizálhatóak ezek, hogy minél kevesebb káros hatás es, e, e, essen valahova, miközben közösségi szinten azért az előnyöket élvezzük. Ennek például lehet egy e, jó példája a, a, a Közösségi gyűlési Intézménye, amit tavaly. E, Tavaly próbált ki a főváros. Én azt gondolom, hogy például a. a, a hogyha sikerrel alkalmazták Írországban, az abortusz kérdésnek a megvitatására és rendezésére, ami azért ott mégiscsak hídbéli és egyéb kulturális okok miatt egy nagyon-nagyon éles kérdés, akkor lehet, hogy ezt sikerre lehet alkalmazni a Galvani híd problémakörének a megtárgyalásánál is. Itt ugye arról van szó, hogy, hogy rendkívül sok olyan információ van egy ilyen híd esetén, amit nem biztos, hogy, hogy, a, hogy minden állampolgár. ...nak van energiája arra, hogy elvégezze azt a munkát, hogy ebbe belemélyedjen. És a közösségi gyűlés arról szól, hogy összehívunk 50-100 embert, akik valamilyen módon reprezentálják, bocsánat, kor nem és uh, iskolai végzettség, meg lakóterület uh, szempontjából reprezentálják a főváros lakosságát, és őket uh, uh, egyrészt ellátják, civilek, illetve szakértők segítségével, információkkal, majd pedig van egy deliberatív folyamat, aminek a végén előjönnek olyan megoldásokkal, amelyek lehetséges kompromisszumokat tartalmaznak. És ezt például én kifejezetten egy olyan kezdeményezésnek tartom, ami esetleg jó lehetne. Arra, hogy hogy ezt a bonyolult kérdést rendezzük valahogy. Ez hogy éppen azért, hogy ezek az összvárosi szempontok minél jobban kirajzolódjanak, esetleg Miköz... érdemes lenne a nyomvonalakról való szavazást is, vagy döntést is halasztani? Igen, 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 igen. Uh -huh. Jó. arra invitálnám még, hogy ide egy kicsit a szomszédunkba nézzünk át a Népligetbe, hiszen a főváros indított egy kérdés sorozatot arra, hogy megtudják, hogy az emberek hogyan látják ennek a területnek a jövőjét. Történt-e már kiértékelés, vagy megállapíthatóak-e már mondjuk fő csapásvonalak ebben? Én úgy tudom, hogy egy első munkaverziót kaptunk pénteken, és ezt áttekintettük, és tovább dolgozásra visszaküldtük. pedig azért, hogy egy kicsit részletesebben szét legyenek bontva az adatok. Azt lehet látni, hogy a legtöbben tizedik kerületiek töltötték ki, kicsit le vannak tőlük maradva a kilencedik kerületiek, és sok nyolcadik kerületi is volt. Mindössze 6% Budapesten kívüli töltötte ki, és igazából olyan nagyon nagy különbség a lehetséges parkhasználati módokban, meg a problémák azonosításában, olyan nagyon-nagyon nincs különbség a rendszeres használók és a rendszertelen használók, illetve a, a között abban a tekintetben, hogy milyen fejlesztéseket gondolnának fontosnak, nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy ilyen jelleg megtartó fejlesztéseket, olyanok, hogy a, például a parki bútorok, parki berendezések legyenek jobb állapotúak, esetleg legyenek kicsit többen. Mindenképpen azt gondolják, hogy a, hogy a parkban a sétányok legyenek jobbak. A top prioritások egyike, hogy a közbiztonság legyen jobb, tehát eddig olyan nagyon-nagyon különös meglepetés azért nem ért bennünket, a planetárium sorsát nagyon sokan a szívükön viselik. Azt lehet látni, hogy hogy akik a legtöbben érkeznek a népüketbe, azok az M3-as megállójából érkeznek. Erre lehet, hogy majd megoldás lesz akkor, amikor így a körvasútnak lesz megállója, tehát hogy más oldalakról is feltárva lesz a népliget, akkor fokozódni fog így a, a látogatottsága. Hát nagyjából szerintem ennyi az, amit el lehet mondani. Azt még fontosnak tartom, hogy ez nem annyira a kérdői vezéshez, hanem abba, ahhoz a kontextushoz tartozik, ami a kérdői, amibe a kérdői vezés beleilleszkedik. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha lenne minden fontos budapesti zöld területnek stratégiai terve. Mert ugye a népliget is hatalmas. Tehát azt, hogy a népligetet egyszerre megújítjuk egy hirtelen ötlettől vezéreltetve, ez nem lehetséges. Valószínűleg évek, évtizedek során folyamatos megújítás lesz, és nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy az éppen elvégzendő apróbb, megúj, apróbb nagyobb megújítási munkák, fejlesztési tevékenységek, azok milyen stratégiába illeszkednek. Úgyhogy ez a kérdőívezés is arról szólt, hogy legyen egy ö, ö, egy népligetről szóló uh, fejlesztési stratégia. Ilyen van most éppen uh, a véleményezés alatt a Gellért kapcsolatban készülünk ilyenre a vérmezővel kapcsolatban, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen, uh, miközben van az egész fővárosra kiterjedő nagy stratégiai terv, uh, legyen az egyező területekre is, hogy amikor forrás, szándék és uh, képesség van rá akkor egy stratégiába illeszkedően tudjunk fejleszteni. És hogyha jól értem, akkor itt is, ahogyan a részvételi költségvetésnél a cél az, hogy az emberek alakítsák ki végül is a stratégiát, vagyis beleszólhassanak abba, hogy mi lesz ezzel a területen. Köszönöm szépen a beszélgetést, nézőinknek pedig a figyelmet. Én köszönöm.